A Szakályi Nyugdíjas Egyesület Tolna megye szerte ismert nevettető elemekkel tűzdelt műsoraikról. Szakályban a szépkorúak köszöntésén humorosan átköltött dalokkal léptek fel többek között. Irénke néni, hogy érzi magát? Hogy tetszik a műsor? Milyen érzés itt lenni? Nagyon jó, és most már éveken keresztül itt vagyunk, szerepelünk, mint a nyugdíjas klub. Nagyon jó érezzük magunkat. És hát igen, azért a Szakályi Nyugdíjas Egyesületről tudjuk, hogy a humor nagyon közel áll önök. Igen, meg a tánc is, mindegyik. Úgyhogy jó szórakozunk. A gyermek kicsük vanya keverén észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. A településen hosszú évek óta november végén Erzsébet nap tájékán köszöntik a 65 év felettieket. Azt gondoljuk a testülettel együtt, hogy megérdemlik. Tényleg egy ilyet ledolgoztak, felneveltek bennünket, útunkra bocsátottak bennünket, minden jó eladtak bennünket. Azt gondolom, hogy ez a rendezvény jár nekik. Mindenivel megtartjuk, és örömmel tesszük, mert úgy érezzük, hogy szükség van rá, igénylik is az emberek, és nekünk jól esik, hogy ilyen alkalommal is köszöntetjük, és megköszönjük nekik az eddig elmúlt éveket. Nagyon készültünk, mert Szakályon már nagyon régóta, körülbelül 25-30 éve minden éve megtartották, és mindig így novemberben Erzsébet nap körül szokták megtartani az idősek napját. Általában egy megnyitóval kezdjük, a polgármester úr köszönti az időseket, utána az óvoda, iskola, a helyi nyugdíjas klub ad egy színvonalas műsort, és mindig próbálunk kedveskedni valami helyi vagy ismert énekessel, és idén is így szerveztük meg ezt a rendezvényt, és nagyon finom vacsorával készülünk nekik, és a végén pedig egy bállal zárjuk a rendezvényt. A Szakályi Művelődési Házban az egész délután felölelő programon Staudt Renáta koncertje után Gáspár Attila és Pápai László adtak műsort a megjelenteknek. Idén is méltóképpen és tartalmas műsorral köszöntötték az időseket.